köszöntök mindenki! Akszáj! Ja! Most csinálok még egy harmadik, hát ha most nem égek be annyira, mint az előzőnél. Késdobálok videót. Ami a különbség most, hogy próbáltam egy olyan kamerállást találni, ahol valószínűleg többet láttok, mint általában. Mert vagy az oldalról nem láttátok, vagy a lépés, vagy nem. Mindegy, a lényeg, tudjátok. Valamint egy újítás, hogy beszereztem, ezt tegnap találtam pont. Ez egy dekatlonos igyásztábla gyakorlatilag. És kíváncsi voltam, mert régóta szerettem volna, amit látjátok a másik tárban az észről állapotban van. Plusz volt egy olyan kis gondja, amit látjátok, legalább három szint van, tehát van az alaplap, rajta egy fa és még fa, tehát különböző távolságok vannak, és ez engem kurvára bezavart. És ezért valószínűleg az előzőnél is már, mivel régen is nem dobtam, azt is hozzá kell tenni. A távolságokkal egy elég nagy gondom volt, és reméltettem, hogy nem áll. Gondoltam, hogy próbálok egy ilyet. Egyrészt azért, mert a gyerek drágszokni szeretne, másrészt pedig azért, mert ez egy elég nagy tábla volt, és viszonylag jó. Tehát, hogyha az ijászoknak jó, úgy gondoltam, akkor kézdobálásra minden lenne jó végül is. Ez egy 7-8000 forintos, tehát nem annyira olcsó. Nyilván ijászadaló, de gondoltam még mi is jó, mint egy ekkora kis dárctábla, ami ugye fém is van rajta, meg minden. Abba is jól dobálni hangsúlyozom, mert egy ilyet darabokra szedtem, csak egy idő után kifordul belőle, mert ugye személyen sűrített karton, vagy papír, vagy valami ilyenből van csinálva, és a végén kiszedtem a belét szó szerint, vagy valami fűrész, nem is tudom. Mindegy, a lényeg, hogy valami ilyen anyagból van. Gondoltam, kipróbálom ezt, és egész jó teljesítmény, illetve egész jó értékeket értem el, meg is lepődtem magam, úgyhogy mint kezdőnek én is azt mondom, hogy nagyon számít az, hogy milyen felületre dobálsz. Ugye általában fát szokták mondani, de az sem mindegy, hogy akkor ne olyan csinálj, mint én, hanem tehát sima legyen, teljesen sima és egyenes. És ez egy ugye nyilván ijászoknak fenntartott, sajnos ilyen könnyű polifón habból vagy valami ilyesmiből van csinálva, nem gond. Tehát azt jelenti, hogy valószínűleg párszor le fog dőlni ez a szar. Hiába van mögötte ilyen beton tégla, vagy ilyenek, hogy tartsa, nincs lerögzítve, ugye csak a kőrakáson az egész szarság. Úgyhogy azt nézzétek ennek, hogy néha vagy lemegy, vagy fölmegy, viszont remélem most nem fogok beírni, mert eddig dobáltam már egy fél órát vagy egy órát késekkel, kipróbáltam különbözőekkel. Most inkább a hibek képességeket használom, hogy legyen egy kis súlyuk is, mert próbáltam kicsikkel is, jó volt, meg látjátok, hogy pár szó bele van dobálva, de mégis inkább azt mondanám, hogy nem mindegy, hogy milyen kés használsz, legalábbis kezdőként, és nem mindegy, hogy milyen táblába dobálsz nekem, legalábbis ez a tapasztalatom. Na nézzük, nem tudom, belőle fogtok látni valamit, mert valahogy be kellett állítanom a kamerát. Nézzük. Ez amit mondtam, hogy le fogok dőlni, most egy kicsit féltem is, hogy fogok dobni. Viszont az a gond, hogyha meg félsz, akkor meg el fogod cseszni, tehát ilyen óvatosan dobod, még ha jó is a technika, nem dobod elég erővel. Nézzük úgy be. Remélem nem égek be. Dehogy nem. Na. Nem dobál egy ideig az ember, akkor ilyen a formából. Már olyan, mint a biciklizés, azt mondják. Pedig az előbb beledobáltam a közepébe is, tehát az a közepbe lett volna, csak na most ezt kíváncsi vagyok. Az anyádat meg van dőlve a tábla. Itt hátrébb. Na nézzük. Jaj, Isten! Ezek a korán reggelek. Ami kell az egyre hidegebb lenni. Belement, nem az a gond, hanem az, hogy valószínűleg a mögötte lévő kőnek is neki ment, úgyhogy remélem, hogy a hegye megvan. Ma valamivel ki kellett támasztani, mert állandóan el benne hátrafelé. Vagy előre! Ja, nem ért el, akkor nem tudom, hol ment. Nézzétek, megmegyek a kurványját, egy polifón. Tehát ijászoknak lehet kitalálva, és ez a kés is azért nyilván nehezebb, de elég keményen bele tud menni, és az 2,5 méter, 3 méter távolság körülbelül, tehát nem egy nagy távolság. De lehet, hogy még annyi sem. A banyára. Egyszer valamit ki fogok találni, vagy ráragasztok, vagy valamit csinálok, mert túl könnyű. Ennyire elszáll, főleg egy ilyen nehéz késnek. Na nézzük, nem tudom, hogy mit láttok majd. Bazdnak beledobtam a kötélbe. Igen, egy. Aztán most töltöm el egy lampát. Igen, egyik hátránya az, hogy olyan helyre tett is sajnos, hogy itt a hinta, ez az izé. Máshol nem tudok dobni, mert arra falak vannak és üvegek, arra a utca van, plusz egy pala, amin szerintem ez simán átmegy. Itt meg a szomszéd, meg nem szeretném feltűzni egy késre. Marad ez, meg ablak van, úgyhogy remélem annyira szóval nem dobok.
Mondjuk érdekes dobás volt. Na, közvetlenül csak sikerül lassan. Ilyen van a táblát, a szép fogja szedni egy rövid időn belül, de mint láthatjuk az előzőhöz képest, ami körülbelül 10-ből 2 ment be, de lehet, hogy sokat mondok, ahhoz képest itt azért sokkal jobb az arány. Most egy kicsit mozog meg néha át, a dől meg ilyeneket csinál a tábla. Egy fadarab kéne, hogy kihékeljem, de a tetves életben most ki lett takarítva, se egy kurva fadarabot nem. Levelet találok bőven, de fadarabot nem. Ja, mondom, a másik fadarab az meg azonnal a kamerát. Ez érdekes volt. Anyádat. Azért a közepében sikerült az utolsó. Célzással nincs, nem volt soha ne gondom, igazából. Bakker, így végigvágtam, tehát ide dobtam, lassan végigvágom a táblát. Jó ez a tábla különben, tehát hogyha valaki esetleg a dekartomba akarna, vagy nem, nyilván a fal lenne a legegyszerűbb, de mondta az ismerősöm, hogy ilyen 1 méter x 1 méter, mondjuk ami lécekből van, és legalább ilyen 4 centi vastag kellene, mert ugye, mint látjátok, ez kb. 5 centi vastag legalább, de úgy azt viszont, mint a szar. Fánál meg ugye szétrepesti, fenyő lenne a legjobb, de mondták, hogy ilyen 1 négyzetméter ebből, lécekből olyan 20 000 forint, tehát ahhoz képest azért még mindig olcsóbban vagyok. Plusz azt össze kell szegecs, vagy fúrni, ez meg úgy ott van. Lehet, hogy a végén az lesz majd. Rohadt fatörzset még nem találtam. De hogy ne dőj? Na most! Ez annyi lehetett. Azért csak sikerült megszopatni a felvételnél. Lefogadom, akármennyit gyakorolnék, akkor is itt baszom, ha a legtöbbet. Kék. Nem tudom mi. A fekete? Én, mint látjátok, pengéllel szeretek dobni, valahogy a másik egyszerűen nem esztik kezemre. Lehet, hogy majd gyakorolni fogom, de nem. És akkor így fogom általában. Ugye a forgás, vagy a förgésesnek az a egyik gondja, még Adam is ezt mondta, Adam Saladin, azt hiszem, hogy megvan a bizonyos távolsága, tehát bizonyos távolságokra kell állnod, hogy ugye beleálljon nyilván a förgésből, és ugye ezt mindenkinek maga kell kitapasztalnia, plusz az előnek és konzesten folyamatosnak kell lennie, nem használjunk nagy szavakat, folyamatosnak kell lennie, és ugyanúgy kell dobni, és ez izommemóriát fejlődik. Igen, de ez bizonyos távolságokra hatja. A pörgés nélkülnek az a jó, hogy bármilyen nagyság lesz, de szerintem ez miatt nehezebb is dobni. Valahogy nem áll egyszerűen kezemre. Mutatta a technikát, mutatta, próbáltam. Valamikor sikerült, már lehet, hogy a végén megmutatok egyet, de nem hiszem, hogy fog sikerülni. Valahogy esetlen a kezemben, vagy nem gyakoroltam eleget igazság. Szerintem vagy esetleg beállt megint az a kezem, tehát ilyen megszokásból beáll az ember keze, sokkal nehezebb gyakorolnia, mert vagy technikája, mint hogy teljesen kezdő lenne, mert akkor úgy próbálja csinálni. Vagy például a jobb kézzel be van állva, a bal kezed sokkal ügyesebb, ha mondjuk a másikat akarja csinálni, még ha gyengébb is. Mert az nem használod mi erre. Próbálom a kötelet nem lehet találni legközelebb. Már veszítem. Igen, jó, hogy ilyen kis talpat is adnak hozzá. Hol be került? Jajjám! Lassan már kitaposom a füvet, úgyhogy megvesz a távolság. Próbáljunk még egyet. Na, még egyet. Hát, ha a falat belőtt beütünk. Nem nagyon eltött. Én nem ismertem már, hogy dobtam. Piros, kék, feketében eddig nem nagyon dobáltam. Amiket itt láttok, azt valószínűleg a kicsikkel csináltam, tehát az meg az a baj, hogy elfújja a szél a dalom címe. Tehát nagyon könnyen elrepülnek, bár igaz, nincs szél. Egyre. Most komolyan ne szórakozzatok, minden idejére már vissza kell állítanom ezt a falat, megyünk be. És attól félek, hogy ezt felállítom. Kurva egyik, hogy az első dobásom a betonba lesz, fogadjunk. És a körbe kell faladni ezt a szal. Majdnem, még dolgozom rajta. Kicsúszott a kezemből, nagyszerű. Szarom dobtam. Azért közel volt. És a
az a poén, hogy ezt nem dobom nagy erővel, tehát ezen lepődtem meg én is, mert ugye épp ez az volt, hogy féltettem, hogy mi lesz, hogyha izé. És ilyen erővel gyakorlatilag, hát, idáig így bement. Elnézést. Idáig így bement a kés. Durva. Nyilván fába nem fog bemenni, de akkor is az egy ilyen, tehát ilyen nehéz. Itt az eléggé brutális, az emberbe is jó keményen bele tudni. Felrúgottam. Azt a mindenit. Mindig följebb fogom a kést az elejelsőt, de nem tudom ilyet. Még egyet oda? Nem. Csak az egy sem, hogy rohadt nem. Az utolsó ott mindig beszopott, igen. De azért kiszedjük a többit. Lenne eső van, mert soha nem találnak meg. Nyert. Remélem mögött nem döntöttek föl semmit. Most már célozni is próbálok, csak azért. Ezt hogy csináltam? Ha akartam volna, se tudtam volna, hogy ezt szépen ide bedobni. Na, tehát igazából ennyit jelent nekem az, hogy egy normális sim tábla van, ami mondjuk tételezzük fel a céltáblának is való. Plusz a, ugye, a körök rajta, hogy célozni. Már általában ugye ez meg a másik, ezt mindig szoktak, és szerintem mindenki elmondta már, én is lehet, hogy háromszor, mert nem mondtam. De mondjuk ennek egyszer is, hogy mindenképpen érdemes a táblára valamilyen célt felrajzolni, teljesen mindegy, hogy micsoda, akár egy szöget is belevehetsz, mert ha csak így akarod eltalálni a táblát, akkor az a hibázási lehetőséged ekkora lesz. Ha ezt akarod eltalálni, nem jön, lesz a kamera, ha ezt akarod eltalálni, akkor ekkora lesz a hibázási lehetőség, ezért van az, hogy én sosem dobom, legalábbis most, sosem dobom mondjuk a falra, az üvegre, meg ilyenre a késeket, mert a közepére célzok. És ezért van az, hogy legrosszabb esetben is, mint láttatok, a feketébe dobtam, de általában kék, piros, sárga néha, tehát mindig a közepet felé tartok. Tehát viszonylag pontosan, mondjuk ha ember lenne, normális átlag, akkor mindig a melkeset eltaláltam volna például. Csak erdől a végén. Na, hát szerintem már túl sok volt nekünk. Anyjelvet! Inkább mi. Ilyen visszapadta. Na, fejedre. Nagyon érdekes, hogy egy ilyen erős egy térkő, azt is simán egy ilyen kis, jó, nyilván az emelőerő ott van benne, de egy simán el tudom nyomni. Az a baj, ha felépítem, akkor mondom, ezt céltáblán nem látni. De nézd. Álljál, megint kezdjük. Nem ezt akartam. Ó, bazd meg, azt hittem, hogy neki dolgom van. Érdekes, hogy na, 3-ból 2-t el tudok találni, nem rossz. Ez valami poláz emberek. Meg az, hogy ez a szar állandóan eldől. Falra nem merem felrakni, mert úgy érzem, hogy a falat kiukasztanám. Megérzem jogosan. Megint az izét céloztam. Utolsó pillanatban ránéztem erre. Egyszer. Utolsó pillanatban ránéztem erre, és azt mondom, jaj, el ne találjam! A legkisebb dolog is el tudja vinni a figyelmedet, ez király. Szórakozik ez velem? Szerintetek? Viszont biztos. Na mindegy, úgyhogy ha nincsen, vagy mondjuk megteheted, inkább úgy mondanám, akkor ajánlom ezt a táblát, mert a nyilat kibírja, a kést is ki fogja bírni. Lassan körbevettem azon. Ja, ezt meg azért tettem ide, mert ha véletlenül balfasz lennék, megbotlanik, stb. Nehogy már a betonra dobjam, vagy a térkőre, mert azt nem fogja szeretni a kés. Teljesen minden így dolog. Vagy egy hát, hogy én vagyok egyet közben, nem tudom, de... Aha. Ugyanaz. De béna vagyok. Vagy már ez egy tökéletes elbaszás volt. Minden részről. Jaj. Hú,
Húha, kezdek fáradni. Jobb lenne, ha zöld terület lenne, nyilván akkor nem lenne nukli, attól félnem, hogy nyilván betonra esik, vagy valami keménynek, de nem oldható meg. Ezt nem láttátok. Na, beton bomb? Érdekes, hogy van egy tulajdonságom, izom memória, hogyha valóban dobok, hétszerűség, hogy vagy rá, vagy nagyon-nagyon közel tudom dobni. Tehát, hogyha mondjuk ide dobtam volna, kurva ég, hogy a másik is oda megy, tiszta Robin Hood. Viszont, hogyha elbaszom, tehát ha mondjuk fölé dobom, hétszerűség, hogy többit is oda dobom. Teljesen mindegy is. Ah, milyen király. Legalább nem dőlt le. Ja, de, hanem, ugye ledőlt. Mondom, hogy nem dőlt le erre rögtön. Igen, ez egy kicsit idegesítő ebben a részben. Mondom, mi kújtek. Hozzá se értem kicsit. Mondom még új, tehát még nincs kikésérletezve, hogy hogy lenne, vagy hol lenne jó igazából. Ezt egy raklapra lenne felszögelni, vagy valami hasonlót csinálni, mert máshol nem is tudom, hogy hol lehetne. Esetleg oda a falra fölfogom, hogy hogyan azt nem tudom, de majd megoldom. Hú, de szarul dobtam. Ez megy oldalra? Bazd meg. Utolsó, szokásos, hagyomány kötelez, muszáj utolsó elbaszni. Na, körbe lőttem. Kicsúszott a kezemben ez a felső, mégis ugye igazából a technika vagy dobás eleje az jó volt, csak annyi, hogy felfelé ment. Szari. Na nézzük akkor, megkockáztatom, hogy a beégeti, ha már jól ment, akkor muszáj égni egy kicsit így a végén. Neked is. Hogy akkor az egyenes. Ugye azt mondta Edem, hogy többfajta fogás van, ő azt szereti, hogy így rákat, ráteszi ezt az ujjat, ráteszi a hüvelyk ujjat, mutató ujjat, és ugye így lesiklik majd róla az ujjad. Valamiért ezt nekem kurva nehéz. Megtanulom, közelről is csinálom, mert szeretném, ha a szemembe állna, plusz a szemembe süt a nap, úgyhogy tök király lesz az egész, mert különbség, hogy sikerül. Ja, itt meg ebben bele fogom dobni, na mindegy. Szar volt. És egy ilyen szépen egy helyben is soha nem dobtam őket. De nem jó, tehát ez biztos, hogy nem jó, nagyon laza volt. Tehát ha fába dobtam volna ezt, nem tudom melyik volt, akkor biztos, hogy nem állt volna bele, vagy kiesett volna belőle. De szar helyen van ez, komolyan. Na nézzük még egyszer. Ott maradsz. Azt hiszem, most megint beégettem magam, mert most meg jól dobok. Tehát lehet, hogy ennél is sokat számít a tábla, de a fogások mindenképpen most jó volt, de érezted is. Az az érdekes, hogy ha már dobsz egy pár százat, utána már érezni fogod, amint elhagyja a kezedet, hogy ó, ez szar volt, ó, ez nem jó volt, ó, ez jó volt. Tehát azonnal érezni fogod, az a majd, hogy akkor meg már késő. Tehát az teljesen mindegy, de tudni fogod. Ja, és azt mondtam még Edem, hogy ha közelről már megy, nyilvánvalóan, akkor nyilván egy kis lépés, egy fél lépésre hátra lehet menni. Tehát, hogy a távolságot például, hogy egyre hátrébb, egyre hátrébb. Azt hiszem, hogy olyan az, ami dobott legnagyobbat, az valami 17 méterről dobta, azt hiszem. Tehát az nekem körülbelül, mint ahogy a telek végéről dobta volna, és egyenes dobásra hangsúlyozom. Tehát így és bele a közepén, tehát nem úgy, hogy valahogy eldobta azért, mert 17 méterről bazdmeg belebaszott egy ilyen. Hát ugye nyilván egy dobóvilágbajnok, tehát nem kell meglepődni rajta. De mondta, hogy meg ő is mesél technikákat, ha nem is beszélsz angolul, nyugodtan nézd meg a videóit, mert Edem Szeladin vagy beírod. Mert maga megmutatja pontosan, hogy hogyan kell fogni, és igazából látod, hogy mit csinál. Tehát, hogy hátrahúzod, húzod egyenesen, és hogy folyamatos legyen ennyi a nézőgen, mint látjátok nálam is, és kivételesen. Ez egy jó videó, mert nem égetem be magam folyamatosan azzal, hogy nem találom meg a céltáblát. Ja, és még annyit mondott, hogy ha esetleg ez nem menne elsőnek valami miatt, akkor nyugodtan leteheted ide magad elé, aztán így le a földbe. Vagy nem a földre nyilván, hanem a fába így. Ez ugye ez a legegyszerűbb, utána föl lehet ilyen. Nincs fa.
föl lehet így tenni féloldalasan, utána pedig kézébe, és ha ott eltaláltad a másik kettő helyen folyamatosan, akkor ott is el fogod találni, és ez így van. Tehát ennek a lelke az egésznek az, hogy gyakoroljál valószínűleg ennyi. Tehát nálam is onzon, ha nem gyakorlod, nem csinálod, teljesen mindegy milyen késeket, milyen szöget, milyen ullót, milyen tököm tudját dobálsz, nem fog menni. Ha pedig megtanultad, akkor a végén, ahogy ő mondta, és be is mutatta egy videójában, hangsúlyozom a pörgetéssel is, hogy bedobott kést, bedobott százas szöget, bedobott ollót, bedobott szikét, mi a fasz, csavarhúzót, tehát tipikusan bármi, aminek hegye van, bele tudta vágni, és ott előtte csinálta, tehát nem az volt, hogy össze volt vágva, és meg tudta csinálni, viszont a tény, hogy ő is fából, ilyen puhá fát bekeretezett, vagy valami csinált vele, vagy valami hasonlóba dobált, tehát mindenképpen egyenes volt, és én is azt hiszem észre, hogy elég sokat számít az, hogy mibe dobott bele, tehát egyenes és sík legyen, mert különben ha olyan, mint az enyém, azzal aztán szophatod magad rendesen, de dobtam abba is. Most elgebb pofáztunk. Hopsz. Szóval bele fogom ragasztani, mert így nem állapot, hogy állandóan kiesik belőlem. Ez mondjuk egy ilyen másfél méter körülbelül. Hát ez közel kell lenne. De látjátok, ez egyenesen még belemegy. Viszont van egy olyan gondom. Nekem elméletileg egyenes dobálba így kéne belemenni a késsel. Valamikor viszont így. Tehát azt jelenti, hogy megcsavarom a kést. Nem tudom hol, nem tudom mikor, és nem tudom hogyan. Mert ugye a dobásnál azzal figyelek, hogy egyenesen. De szerintem valószínűleg csinálok benne még egy ilyet. Hát így alulról megfricskázom. Belemegy. Csak nem így kínálni a késnek, mert én nem legalábbis nem így tervezem. Ha trükkös lennék, akkor kurva jó lenne, de egyelőre még a kezdő szinten vagyok. Úgy értem. Na így kéne. Így kéne. Most nézzétek meg, bazen, majdnem ráadottam. Hát az már nem fog menni. Na mi van? Az izom nem olyan ékes példája, erről minden jutott hamarabb beszembe ez. Hogy pontosan ugyanoda dobtam. Tök jó, valószínűleg gyakorolni fogom most már. És ilyenkor van, azért is jó, mert van sikerélménye. Be is mutatta, nem is tudom hány diétjelenésedem, hogy ha az nyilván ő módszerével tanulták és mutatták, és az előre, hátra, illetve a távolságot, ahogy szabályozta, teljesen kezdők is, hát mennyi volt? Negyed órás volt a videó? Fél órás maximum? És 10 perc alatt meg lehetett igazából tanulni, és csak gyakorolni kellett. Tehát 10 perc, vagy 5 perc, amíg ugye realizálod, kijavítják a hibákat, stb. És utána már csak a gyakorlás, semmi más. Távolság, gyakorlás, stb. Én még mindig jobban szeretem, lehet, hogy csak elfogultság vagy a hülye filmek hatása, mindig jobban szeretem pörgéssel dobni. Így viszont nehezebb. Tehát tényleg az van, hogy akkor csak... Hát igen. A kurva anyja, mi volt ez? Rémszár? Arra volt a nyelv. Tehát, hogy így valahogy nekem így jobban tetszik. Nem is tudom. Pedig így elméletek nehezebb dobni. Utána, amikor már tudod, utána már lehet trükközni, hogy akarsz, tehát ez az már egyedi kérdés. Kicsit szeretnés. Egyetek olyan videó is van, hogy anyád az... Ahogy ne. Na, most meg sikerül beledobni, mert ez röhely. Azért csak kiszedtem egyet. Ez most nédő le? Na, tehát, elméletileg gyakorlással meg lehet csinálni, hogy pörgés nélkülivel dobd. Mondom, pörgés nélkülivel dobd. Csak nem sikerül a végszót rendesen megcsinálnom. Meg lehet csinálni, forgással dobd. Anyádat. Hát mondom, ez szar végszó lesz. Na, még egyszer.
Látszik a kezem, nem tudom olyan gyorsan átállni. De azért veled a van közepébe, figyeljtek! Ugyanoda, úgyhogy kiveszem az elsőt. Ennyi átosztam bele, hogy tényleg a kezembe. Na, még egy utolsó, hogy mindegyik szépen mutasson a táblában. De nem akarsz itt mutatni a táblában. Komolyan mondom, több ide menjél bassza meg ezzel a rohadt izével. Rendezgetem, és mutat magával tiltva el ezt. Az is, hogy kapat engem, hogy mindegy. Maradjál így. Nem marad ki. Legalább az elrendezés jó, igaz, hogy harmadszorra vagy négyszerre sikerült. Na, ez most szerintem ennyi lesz, tehát végül is sikerül, majd én is gyakorolni fogom, amint kiszedem ezt a szilánkot a kezemből. Bármi kérdésetek van, bár igazság szerint az előző videóban mindent elmondtam, és ezt csak ismételni lehet. Tehát 5 percben el lehet mondani gyakorlatilag mind a pörgéseset, mind az egyenes dobást, hogy hogyan kell csinálni. Fogás azt kinek milyen, miért tetszik, távolság szintén mekkora vagy milyen erővel dobott, tehát ezt nem lehet mondani. Elég sok, tehát így azt mondanám, hogy 50-50% az, ami az elmélet, és ugye mondjuk mindig ugyanazt tételezzük föl, hogy hogyan kell dobni, hogyan kell állni. 50% meg az, hogy milyen távolságra, mennyit gyakorolsz, milyen kés használsz, milyen táblában vagy, tehát az ismeretlen igazság szerint, ez mindig megmarad, tehát ez nem lehet mit csinálni. Gyakorolni kell, meg lehet oldani, aki táblába akar, fába, teljesen mindegy, lényeg, hogy sima legyen, találd meg a távolságodat. A kezdő vagy, akkor azt mondanám, hogy valaki azt mondta, hogy 100-as szöget tanult meg valaki ezzel, valaki azzal. Én azt mondanám, hogy nagyobb esélyed, vagy nagyon élményed lenne mondjuk egy rendes dobókért. Nem drága hangsúlyozom, nem drága hangzével, de például a csávó, aki ugye Edem, az új, nem felhatíve új készlete, az például nem így néz ki, mint ezek a dobókések, tehát nem ez a hagyományos kialakítású, hanem mint egy ilyen kunai, tehát egy lekerekített ilyen négy csúcsú valami, és egy hosszú, vékony, mint egy kunai markolata lenne például. Olyan volt az a, azt hiszem Vengeance-nek hívják azt a fajta dobókéseit, és úgy néz ki, mint egy nem is tudom, mint egy ég körülbelül. Tehát hogy azzal dobál, és kicsit kialakította a normából, egyedit csinált, és azzal dob, de súlya van, tehát mindenképpen az, hogy súlya van, és azzal jobb. Tehát én is azt mondom, hogy ezekkel próbáltam ugye a kicsikkel, meg a nagyobbakkal dobni, ezekkel sokkal jobb, mert van súlya, érzed, könnyen megfogni, van nagysága, tehát nem úgy van az, hogy már kicsiknél ugye valamikor csak két ugye, kettő, óvatosan tudod megfogni, nekem van ilyen, ami körülbelül csak ekkora ehhez képest, tehát az a nehezebb dobni, jobban elviszi a szél, mondjuk most nincsen, de normál esetben jobban pörög, stb., tehát nehezebb megtanulni vele, nagyobb kitartás igényel, és kevesebben sajnos a sikerélményed. És ugye ebbe az éj feeling, az, hogy itt van a távol, az meg tudod csinálni, hát nem ezt tudom megcsinálni, hanem azt, hogy így bele tudod baszni. Ennyi erre, ott maradsz. Hát ez fasza. Tehát ez az élmény benne, hogy van sikerélményed, és akkor sokkal jobban, sokkal szívesebben csinálod, mintha ugye állandóan csak lepattan. De ez is kitartás kell, itt is háromból kétszer sikerül, de a harmadik ez nem szokott. Tehát ez az, amikor nekem is, ugye láttátok, mind a három úgy belemegy, mert valamikor elbízom magam, valamikor szarakodok, valamikor csak elengedem, és mindig figyelni kell, hogyha tényleg azt akarok. És ezután jön még az, hogy célzom, tehát hangsúlyozom. Kezdetektől úgy csinálod, hogy célzol a közepére, akkor nem lesz sose gondod, és ahogy ugye egyre jobban dobsz, egyre jobban belemegy, a célzás is fog lenni. De ha csak az a célod, hogy eltaláld a táblát, akkor előbb meg fogod tanulni esetleg mondjuk a technikát, és utána még azon kell dolgoznod pluszba, ugyanennyit, hogy mondjuk beledobd a közepébe. Kutyám. Na, ennyit szerettem volna, köszönöm szépen a figyelmet, aztán gyakoroljatok ti is otthon.